A zenés délután az egyik legkedveltebb program az Aranykor idősek otthonában. A muzsika szó szinte azonnal jó kedre deríti az intézmény ellátottjait. Sőt, az ismerős dallamok felcsendülésekor mindig együtt énekelnek az idősek. Decemberben szinte minden napra jut egy program az Aranykor idősek otthonában. Tegnap délután Mikulás ünnepséget tartottak az ellátottaknak. Nagyon fontos, hogy ahogy a mindennapokból kicsit kiszakadjanak, megéljék az ünnepeknek az örömét, és azt, hogy kíváncsiak rájuk a külvilágból érkező segítő emberek, illetve ők is kíváncsiak mindenre, ami történik a világban, illetve minden, ami az adott hónaphoz kötődik. A Gondoskodás Alapítvány is hozzájárult a közös ünnepléshez. Az Erzsébet téri Vigalmon felajánlott, mintegy 500 000 forintnyi adománnyal többek között az Aranykor idősek otthonának Mikulás napját tették szebbé. Akinek már valamilyen szociális ellátásban szükséglete van valamilyen, tehát akár nappali ellátásban, akár bentlakásos intézményben, az nagyon fontos, hogy a napjait jól töltse, az idős ember is egy jó létben töltse a napjait. Az idősek hálásak a gondozóknak, hogy az egésznapos segítségnyújtás mellett még a szórakozás megszervezésére is szánnak időt. Hála Isten, nagyon jól érzem magam, és nagyon kedves mindenki, a kiszolgálótól kezdve a nővérekig mindenki. A közös éneklés után a Mikulás is megérkezett. A szíveket vizsgálom meg, mikor a kívánságokat teljesítem. Volt olyan szépkorú, aki verssel köszönte meg a Mikulásnak, hogy megajándékozta őket. Öreg Mikulásnak van egy tarisznyája, az a van a világ 77 sodrája. Telerakva minden jóval, aranydíjú magyaróval. A gyermekek átmeneti otthonának lakói egy irodalmi összeállítással érkeztek az idősekhez. Miklós püspök felmászott a tetőre, és a nyitott kéményen át beszórta az aranyat. Az Aranykor idősek otthonában 65, az idősek gondozóházában pedig 35 főt látnak el Moson-Magyaróváron. A közös karácsonyi ünnepséget december 23-án tartják. Ezen a napon az idősek készülnek műsorral az ápolóknak, akik szintén versekkel, dalokkal kedveskednek az ellátottaknak. Az együtt töltött idő segít feldolgozni az időseknek a hozzátartozóik hiányát, és meghitté teszi a szeretet ünnepét.